Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a következő percekben az orosz-ukrán háborúról lesz szó, méghozzá az orosz-ukrán háború kitörésének az okairól, és talán most már így közeledve a második évéhez ennek a háborúnak érdemes megint egy picit visszamenni, és arról azon elgondolkodni, hogy mi is az oka ennek a háborúnak, és pontosan mikor is kezdődött ez a konfliktus és feszültség, ami a két nép között van, illetve mondhatjuk-e azt, hogy ez két nép háborúja, vagy pedig geopolitikai összefüggése ról is szó van és erről fogom kérdezni vendégemet, akit nagy tisztelettel köszöntök, Fodor Gergő, akit sokan Mucskó néven ismernek, a YouTube-on történelmi videókat gyártasz, youtuber vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Üdvözöllek, én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Nagyon sokat lehet szerintem tanulni, nagyon sok információt össze lehet szedni azokból a videókból, amelyeket készítesz, olyan háborúkkal, konfliktusokkal kapcsolatban, amelyekről valljuk be őszintén, hogy a magyar történet tankönyvek, amiket az iskolában ugye mi tanultunk, elég keveset szólnak, keveset beszélnek, Márpedig ezek itt vannak mellettünk, ezek a régiók, akár a Balkán, akár tőlünk keletebbre lévő régiók, jó, és mégis keveset tudunk ugye ezekről. De ha egy kis feszültségoldásnak hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy hogyan is kezdtél te egyáltalán ez iránt a téma iránt érdeklődni? Tehát a történelem és háborúk? Jól gondolom, hogy ez a két dolog, ami érdekel? É, így van, így van, így van. Egyébként érdekes, hogy tehát visszatérve arra, hogy a történelem könyvekben nem esik sok, sok szó ezekről a konfliktusokról, pontosan ezért csinálom ezt. Pontosan ezért ezek iránt érdeklődöm, mert először csak valami, valami belső készletés volt az, hogy ezekkel foglalkozzak. Mondtad, hogy egy kicsit személyesebb hangvételű lesz a dolog, vagy egy kicsit feloldásként. A délszáv háború például. Nekem édesapám akkor volt sorkatona, és annyit mondott, mikor későbbiekben beszélt erről, 91-ben volt sorkatona, hogy a jugók lőtték egymást. És akkor elkezdett érdekelni, 15-16 éves le, lehettem, hogy de mégis mi ez? Tehát én még akkor Szerbia és Montenegro néven tanultam ugye Szerbiát, ugye akkor az olyan kis Jugoszlávia volt, és elkezdett érdekelni, hogy de mégis mi volt ez az egész? És, és a legtöbb ilyen konfliktus, ha csak ugye mikor Ukrajna, ugye kelet Ukrajnába kitört a háború 2014, és akkor voltam gimnazista, és ez is felvetődött bennem, hogy de, Miért? Mi ennek az oka? Tehát miért pont kelet-ukrajna? És alapvetőleg a legtöbb ilyen téma, amivel foglalkoztam, az nagyjából mind, mind egy ilyen kis apró foszlány volt, hogy ez miért nincs a történelem könyvbe? Akkor próbáljuk meg azt, hogy hát ha, hát ha, majd az emberek meg tudják, és, és kicsit meg lehet nekik mutatni ezt az egészet. Könnyű ezekhez forrásanyagot gyűjtened? Hmm. Nagyon nehéz. Főleg én az orosz polgárháború a másik olyan nagy téma, ami, ami érdekelt. Azt példának okáért pont azért, mert alapvetőleg mind a mai napig a történelem írás a, a, a szovjet időszakbeli, um, szocializmus időszakbeli narratívát mutatja kicsit, kicsit finomítva. És ott is elkezdett érdekelni, hogy na de hát voltak itt örösök, fehérek, rendben, de voltak zöldek, voltak anarchisták, őket feketéknek neveztük, voltak különböző függetlenségi mozgalmak, akkor ez mégis hogy áll össze az egész? És például akkor, visszatérve az orosz polgárháborúról, szörnyen nehéz. Tehát magyar forrás, most már kezd, kezd, alakulni, tehát például Ukrajna témájában az elmúlt években már, már azért jóval több forrás van, mint korábban, de még mindig nehéz hozzájutni. Délszláv háborúról magyar forrás lehetetlen. Még angol, még angol forrás is kevés van. Ott ráadásul rá kell hagyatkozni az interjúkra, amik szerb nyelvűek, horvát nyelvűek, tehát van, van vele fordítgatás, van vele munka, igen kell válogatnod a között, hogy kiknek a forrás munkáit fogadod el feltétlenül, vagy ilyenkor összeolvasol többet. És ezt azért kérdezem, mert nyilván a történészek is, akik foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, egy bizonyos szemüvegen keresztül nézik azért ezt a világot, mondjuk egy nyugati történész ír Oroszországról, és akkor abban lehet látni, hogy azért vannak olyan mondatok, amelyeket egy nyugati ember írt le Oroszországról. Így van, ez is ott van, vagy akár például a, a szocialista időszakban íródott, ugye bármelyik könyv az Orosz Polgárháborúról felhasználhatóak egyébként. Tehát vannak olyan alap, tehát maga a, a, az úgymond az unalmas része, a dátum, a név, a hely. Ezek, ezek általában mindig egyeznek. Hát igen, ez a történészeknek a munkája, meg ez a feladata, hogy, hogy szépen lepucolja azt róla. Ami, 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 mondjuk propaganda, és ami mondjuk egy kis ferdítés, vagy ami, ahogy te fogalmaztál, hogy egy nyugati történész máshogy értelmezi, máshogy látja, nem érti úgy igazán a regionális különbségeket, ha csak ugye az orosz polgárháborúról beszélünk, stb. Igen, ez a feladat, hogy ezt lehámozzuk. Ilyen téren Válaszolva a kérdésedre, nem, nem válogathatok abba, hogy milyen forrás van, mert annak körülök, ha egyáltalán van, de, de muszáj vagyok valahogy összehozni őket, és, és van, amikor szinte minden forrás más, minden forrás mást állít egy adott témáról, hát igen, olyankor, olyankor én is bajba vagyok ezzel, igen. Na de rákanyarodva a témánkra, ugye az orosz-ukrán háború, és van egy videó a YouTube-on, amiben meg is említett, hogy kérték tőled, hogy akkor ezzel a témával egy kicsit foglalkoz történelmi szempontból, és mondod abban a videóban, hogy nagyon nehéz ezzel ugye, történelmi szempontból most foglalkozni, amikor éppen zajlik egy ilyen konfliktus. Azzal lehet foglalkozni, mi történt, és honnan indul el ez az egész. És hát itt már felvetettem neked még itt a beszélgetés előtt is, hogy nagyon sokan elfelejtik azt, hogy ez nem most kezdődött el. Tehát ez nem február 24-én tört ki, két évvel, ez más, másfél évvel ezelőtt ez a háború, hanem előtte volt egy viszonylag hosszú számunkra csend, de azért valójukban őszintén történtek ott dolgok, csak nem sokat beszéltünk róla, és még a 2014-es események előtt is történtek dolgok. Na akkor te honnan eredezteted ezt? Hováig? Ho? Tehát meddig mész vissza? Nagyon érdekes, hogy, hogy ez, erre, erre, akár többféle válaszom is lehet. Tehát igen, ahogy mondtad, ugye a mostani tavalyi orosz ukrán, kirobbant orosz -ukrán háborúnak vissza lehet vezetni a gyökereit a kelet-ukrajnai konfliktushoz több téren is. Vissza lehet persze geopolitikai tényezőkhöz is, tehát vissza lehet, nem, tehát nem kell leszűkítenünk kelet-ukrajnára a történetet, Oroszország-Ukrajna viszonya, Oroszország-Amerika viszonya, Ukrajna közeledése, akár a nyugathoz, akár a kelethez. Tehát nagyon sokféle módon lehet ezt visszavezetni, de ha csak, hogy visszakanyarodjak a kelet-ukrajnai konfliktusra, ugye a 14-ben kitörő konfliktusra, azt vissza lehet szintén vezetni, akár a második világháborús időkre, ott mondjuk, de valószínűleg fog majd erről szó esni, ott inkább ez a nyugat-kelet ellentét úgymond először előkerül, de akkor még nem úgy, mint ellentét, inkább azt mondanám, hogy különbség. De én személy szerint, ahova visszaeredeztetném ezt az egészet, és amikor beszélhetünk arról, hogy látszól, tehát látni lehet azt, hogy a régió különböző módon nyilvánulnak meg, ami nyilván annak azok, hogy különböző módon fejlődtek is, az az orosz polgárháború. Tehát az onnantól kezdve, hogy az első ukrán állam létrejön 1917-ben, onnantól kezdve, ami Ukrajna területén zajlott, ahány darabra szétszakadt, amennyi politikai mozgalom, amennyi függetlenségi szándék volt, ezek mind-mind valamelyik kisebb mértékben, csak valamelyik viszont nagyon nagy mértékben. Példára okáért ö, következtethető oda, hogy, hogy igen, most ö, 2014 óta ez a kelet-ukrajnai régió egy, egy külön utat jár, tehát külön utat járt az előtt is. Akár még az orosz polgárháború, előtt is nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az az iparosítás, ami ott történt, de biztos, hogy fog majd erről is szó esni, az, az, az mindennek az oka. Lényegében, ami kelet-ukrajna elszakadását, vagy leszakadását jelenti, gazdasági értelemben mondjuk, az, az mind az iparosításra vezethető vissza. Richard Szafkának, Sákvának, nem tudom, jól tudom kiejteni a nevét, a könyvét olvastam, ő is egy történész, lengyel származású, ugye Nagy-Britanniában él, Magyarországon menekítették őket ki, ugye itt a Lengyelország megszállásánál, amikor náncik megszállták Lengyelországot, és ő például az egészet oda vezeti vissza, a napóleoni időkhöz. Tehát, hogy a napóleon időszak utáni békekötések nem úgy sikerültek, ahogy kellett volna. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Olvastam a könyvét egyébként, szerintem egy nagyon jó könyv, nekem nagyon sokat segített. Én viszont ebben feltett én ezt csak nála olvastam. Engem ez nem győzött meg. Tehát maga a napóleoni időkkel kapcsolatos vélekedésre olvastam a könyvben. Feltétlenül nem tudom azt mondani, persze ez is egy vélemény, elfogadom, megindokolja, de sehol máshol nem olvastam erről. Ukrajna, én én inkább visszább fele mennék. Tehát ami, ami nő elindult, mint, mint egy regionális dolog, azt én inkább az aporozsiai kozákok és az, ahogy Oroszország folyamatosan, ugye a nagy lengyel Litván Uniót, amiben ugye az aporosi is ott voltak, az darabolja föl, azt emészti be, ugye második Katalin cárnő uralkodásának a végére már szinte teljes egész Ukrajna kis részben ugye ez a Lembergi térség volt, ami a Habsburg birodalomhoz került, de azon kívül a teljes rész, a teljes térség Oroszország fennhatósága alá tartozott, és addigra ugye megszüntették a zaporozsiai kozákoknak, akik, tehát lényegében ugye a zaporozsiai kozákok azért egy érdekes történet, csak hogy egy kicsit visszakanyarodjak ide 2014-re és kelet-ukrajnához, hogy az ukrán identitásnak már amikor a 19. században egyáltalán elkezdtek beszélni arról Galíciában, hogy legyen egy ilyen, hogy ukrán identitás, annak a, 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 először a halicsi fejedelemség volt, de ezt aztán gyorsan elvetették, mert ez végül is csak a nyugatukrajnaiaknak volt egy ilyen, egy ilyen kapaszkodó a múltba. És akkor jött Bogdánk Melnyicki, jött a nagy-nagy zaporozsiai felkelés, akik harcoltak a törökök ellen, akik harcoltak a lengyelek ellen is, és ők lettek az ideológiai um, ős lényegében. És ez nagyon érdekes, mert a kelet-ukrajnai akiket kelet-ukrajni oroszoknak szoktunk ugye nevezni, de hát ez is egy vitatott dolog, hogy mennyire volt ez egy százszázalékos orosz identitás, én nem nevezném százszázalékos orosz identitásnak, de nekik is Bognán Melnyicki, a nagy példakép. Ők is kozáknak tartják magukat, és ugye egyik a másikat, azt mondja, hogy a, ukra, ugye a kelet ukrajnaiak és alapvetőleg az orosz narratíva szerint nem nagyon van köze, nincs köze ennek az egész ukrán dolognak Melnyickihez ugye ők eleve kisorosznak nevezték, malorusznak nevezték az ukránokat, tehát ez az ukrán terminus, ez, ez, ez csak később lett használva a 19. században, az ukránok meg természetesen azt mondják, hogy hát mit akarnak ezek az oroszok, ők csak belettek telepítve ide, ők, ők, ipari munkásoknak a leszármazottjai, nekik miközük lennek Melnyickihez. Úgyhogy én, én visszatérve arra, amit eredetileg kérdeztél, én, én inkább, ha, ha visszamegyünk olyan, olyan messzeségekbe, hogy Napóleon, akkor én azt mondanám, hogy menjünk vissza egészen a 17. századig, az aporozsiai hetmanságig. És talán akkor ott, ott, lehetne találni valami gyökereket itt a ukrán régiónak a, a, változatosságára. Na ugye, akik még szokták magyarázni itt az okokat, illetve keresik, hogy mi miért történik, elemzők, szakértők, akár törtémen foglalkozók vannak, akik ugye a világháború lezárásához viszik vissza ezt a történetet, vagy a Szovjetunió Szovjetuniónak a felbomlásához, amikor is a Varsói Szerződés megszűnt, viszont a NATO, ami egy ellenfeles szövetségi rendszer, az pedig megmaradt, sőt, terjeszkedett kelet irányba. Akkor például ezeket a magyarázatokat, te azt gondolod, hogy ezek nem elég történelmi távlatúak, tehát nem, nem itt van az eredő, hanem ez már egy következménye mint annak, ami előtte történt? ezek, amiket felsorolt, ez mindegyik egy-egy pont. Tehát ezek elengedhetetlenek, ezeket, ezeket tudni kell, meg ezek is hozzájárulnak, de vissza lehet menni nagyon régre. Tehát maga a regionális különbségek miatt érdemes itt, amit előben említettem, az aporozséi kozákokat felhozni, ahogy tényleg a területek folyamatosan Oroszország kezére kerülnek, ahogy Katalin Cárnő megszünteti az autonómiát, és átérünk a 18. századba, de, de bocsánat, 19. századba, de ellentétől itt még nincs szó. Az, amit ugye te mondasz, az is egy nagyon fontos dolog, az már az ellentét. Az már az, hogy, hogy érződik az, hogy Ukrajna szakadni fog. És ugye bal és jobb parti Ukrajna, ez gyakorta szokták használni ezt a kifejezést, ugye a Nyeper folyóra értik. Egyrészt ez egyébként szerintem egy, egy, mesterségesen generált kettéválasztás, nem lehet a Nyeper folyónál kettéválasztani Ukrajnát, akkor már inkább azt mondom, hogy, hogy három felé sokkal könnyebb. Tehát lehet egy déli részt, ami, ami ugye a krímitatárság, a krímikánság megszűnése, az is második Katalin szárnyhoz kötődik egyébként, annak megszűnése után kezdett el egyáltalán lakott lenni, tehát az szinte, hogy azt lehet mondani, hogy akkor már csak egy ilyen, ilyen az oszmán birodalomnak egy felvonulási területe volt és akkor elkezdték ezt. A, hát egyébként a Krímfélsziget félsziget is ide tartozott, ugye az is egy nagyon mostoha körülmények között kellett ezeknek az odaérkező parasztoknak ezt egyáltalán feltörni, ezt a területet. és ugye ehhez a déli részhez tartozik például, ugye, illetve nem ehhez a déli részhez tartozik, de, de hogyha három felé, Ukrajnát három felé szeletelnénk, akkor a keleti rész például, ami még ehhez tartozik, ami ugye az iparosodás miatt oroszosodott el, és ez egészen felnyúlhat mondjuk Harkovig. És akkor van egy középső rész, ami, ami, ami úgy alapvetőleg egyfajta egy ilyen átmenet. Ez, ezt nevezném inkább, nagyon sokan ugye nyugat-ukrajnát szokták ukrán magnak nevezni. Azért, mert a nacionalizmus uh, innen indult el, igen. Az tény is való, hogy innen indult el, na de innen, tehát itt a nacionalizmus, amikor már megvolt közép-ukrajnában például, mondjuk keleten még, még vagy délen, délen, délkeleten, keleten még olyan kis lábakon állt, és megvolt már közép-ukrajnában, akkor ők mindig rátettek egy lapáttal, és nem ok nélkül Nyugat-Ukrajnában voltak a, leginkább szélső jobboldali elemek, akkor, amikor már ukrán identitás volt közép-Ukrajnában is. Én annak a úgynevezett egészséges ukrán nacionalizmusnak inkább a középső részt, vagy egészséges ukrán konzervativizmusnak inkább a középső részt nevezném. De, de három fele mindenféleképpen fel lehet osztani, de fel lehetne, tehát úgy értve, hogy ide, tehát regionálisan sokféle része. Tehát nyilván ugye a mai Ukrajnáról beszélünk ott a Krímfélsziget, ami szervesen soha nem kapcsolódott Ukrajnához, tehát ez, ez tény. Nem kapcsolódott Ukrajnához soha. A kruscsovod az ukránoknak, az ukrán SSSK-nak, tehát nem Ukrajnának adta oda, hanem lényegében a Szovjetunió egyik tagállamának. Kárpátalja szintén teljesen másképp illeszkedik ebbe bele. Nagyon érdekes egyébként ezt, ezt nagyon kevesen is szokták elmondani, hogy a, amikor egyáltalán megkezdődött a nyugat-ukrajnai e, téren, ugye itt Lember környékén ez az ukrán öntudatnak a, a hát nagyjából a népek tavasza idején, tehát amikor a 48-49-es események voltak Európa szerte, meg ebbe az időszakba, akkor kezdődött meg ez az ukrán öntudat, ami fel, elkezdte felváltani a Ruszint felváltott ez az ukrán öntudat. Például ezek, a, ezek az ukrán ideológusok, akik tényleg úttörői voltak az ukrán nacionalizmusnak, volt közülük, aki úgy fogalmazott, hogy ezek a kárpátaiaiak, akiket egyébként nagyon érdekes, hogy magyar orosznak neveztek sokan, tehát nem is ruszinnak, vagy nem is Ukrának, hanem magyar orosznak, hogy ők olyannyira Csatlakoznak, és olyannyira hozzátartoznak a magyar királysághoz földrajzi értelemben, annyira szerves részét képezik annak, hogy nem kívánják elszakítani. Tehát nagyon érdekes, hogy Kárpátaljával kapcsolatban, mm, amennyire egyébként ugyanezekben az időkben megjelent az az elképzelés jobboldaliak részéről is már, hogy ugye a Tátrától a Kaukázusig tartson Ukrajna. Tehát tulajdonképpen, és ez később Banderánál is előjön a 30-as években Ukrajnában, hogy, hogy a Kaukázusig, tehát ők a kubáni kozákokat is Ukrajna részének tekintették. Annyi alapja van, hogy a kubáni kozákok körében, áttelepedett már az azt megelőző évszázadokban, tehát itt 17-18. században is meg annyi ukrán, a nyelvük is egyébként az ukrán nyelvhez hasonló szinte ugyanolyan, de hát azért elég irracionális elképzelés az, hogy egy, egy akkora nagy Ukrajna legyen, ami, ami egészen a kaukázusig eltart a tátrától, és Kárpátalja nagyon érdekes, hogy, hogy mégis nagyon sokáig az ukránok úgy voltak vele, hogy nekik azt, azt, azt ők is mondták, hogy ne felejtsék el, lobogjon bennük az, hogy ők bizony szláv gyökerekkel rendelkeznek, de elszakítani feltétlenül nem szerették volna a magyar királyságtól. Azt mondtad, hogy itt a népek tavaszának az idején jött létre végül is ez az ukrán öntudat. Mit szólsz azokhoz a felvetésekhez, amelyeket gyakran lehetett hallani az elmúlt másfél-két évben, hogy Ukrajna nem is létező állam, ugye 91-ben jött létre, de hát az is valamilyen bábkormányok által vezetett állam volt. Te mi a, mi a véleményed az ukrán identitásról? És ha kicsit beszéljünk erről, illetve mondtad ezt a tagozódást, hogy nyugat- és kelet-ukrajnai identitás, ez mit akar? Melyikkel kezdjük akkor először. <laughs> Van-e ukrán identitás? Mi Van az, e hogy e ukrán. Mi az, hogy Ukrajna? Alapvetőleg maga ugye ez az ukrajna név is, hogyha most így teljesen leegyszerűsítjük a dolgot, ugye határvidéket jelent. Ugye a szláv szavakban a kraina, kraina ez, ez mindig egy határvidéket jelöl, ja, például a szerb kraina, ami volt a mai, ma ugye Horvátország részéhez tartozik, de ugye a délszláv háborúban az egy konfliktus zóna volt. És ez, ez a határvidékség, ez a szláv öntudat, de ezt mi nem annyira tudjuk megérteni, mert nálunk a székelyek voltak hasonló helyzetben. Hogy, hogy egy ilyen határ a saját népünkhöz tartozik, tehát azt tudjuk, de, de egy határőr funkciót is ellát. Például, hogy az őrségben is voltak székelyek. A szláv öntudatban, ahogy én észrevettem, és itt mind a délszláv, mind az ukránok esetében, és ha csak, főleg ha csak a kozákokra gondolok, egész Ukrajna, egész az orosz cári birodalomat nézve, ami, ami tehát az Amur vidéke is egy határőrvidék volt, vagy, vagy, vagy akár ugye a Don, egyébként egy ideig ugye nyilvánvalóan Ukrajna is, hogy mennyire el tud szakadni ez a, ez a határőrvidéki szerep, ugye itt Oroszországban kozák öntudatra lelt. Itt, itt a délszláv térségben ez a, az ottani szerbek, akik Horvátországban akkor 91-ben kiszakadtak, krajinei szerbeknek nevezték magukat. Ezt mindig hozzátették, hogy ők krajinei szerbek az esetek többségében. Tehát az ukrán identitásnak ez is egy fontos része, hogy ők is azzal, hogy a zaporozsiai kozákok örökösének tartják magukat, ami, ami egyébként igazolható. Tehát én egyre inkább azon vagyok, hogy igazolhatóbb az, hogy Ukrajna és az ukrán nép az a zaporozsiai kozákok örököse, mint azt, hogy ugye, van egy olyan elmélet, illetve sok történészi munkában lehet ezzel találkozni, főleg inkább keleti, tehát orosz párti, vagy, vagy a felé hajazó történészek munkáival, hogy az Ukrán az egy egyszerű paraszt volt. És a zaporozsiai kozák az pedig elsősorban orosz volt. Nem. Tehát a zaporozsiai kozák elit, az kaukázusi népekből is, ukránokból is, oroszokból is, rengeteg féle népből tevődött, türk népek, rengeteg türk nép volt közöttük. Tehát maga az elit, elit az így, az így összeolvadt. Ez lett az identitásuk. Ugye maga az aporozsékozák identitás is egy ilyen, egy ilyen, nagyon szabad, de mégis katonás. Tehát az a határőrvidék dolog, amiről beszéltünk, ami lényegében Ukrajnának a nevének a jelentése is, hogy egy, egy határőrvidéki tehát ez jelenti ugye a Krajina. Ez egy meghatározó dolog, de ez minden kozák ö, államban, illetve hát most ugye nincsenek kozák államok, de például ugye az orosz polgárháború alatt kiáltottak ki kozák ö, államokat. Ez, ez egy meghatározó dolog. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek az ukrán ö, behatárolásnak, ami, ami elválasztja őket, meg elválasztotta őket már, már annak idején a 16. században is az oroszoktól. Pláne, hogy hogy eleve ők Lengyelország része voltak. Tehát ők nagyon, és ők a Lengyel, tehát Lengyelországon belül is határőr funkciót láttak el. Tehát az oszmán birodalommal szemben, akik ott voltak a krími térségben, krím fölött. Tehát a krímikánság, amikor beszélünk arról, hogy krímikánság, ez nem csak a krímfélszigetet jelöli. Ez egy óriási területet jelöl a felett. Tehát konkrétan második Katalin cárnőig, amikor ő, ő, ő elfoglalta a krímikánságot, hát még Dombászban is még Donbassban is, tehát a, a, Donetsknek a a, déli része közepe, az, az, krími, az a krímiekhez tartozott, ami tehát akkor már az oszmán birodalom volt, tehát a krímiek folyamatosan elvesztették századról századra az önállóságukat, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy oszmán, tehát oszmán birodalom volt. De, de ez, 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 egy érdekes történet itt Ukrajna, Ukrajnát tekintve, hogy, hogy mennyire fontos ez is. Bocsánat, mi a következő? Igen, a kelet-nyugat. A kelet-nyugat, a kelet-nyugat. Ugye sokan szokták azt felhozni, hogy ugye jobb parti Ukrajna, bal parti Ukrajna. Ez is megállja a helyét. Ez, ez a jobb parti, bal parti Ukrajna, ez is ismét visszakanyarodok az előző másokat említett gondolatmenethez, hogy ahogy Oroszország folyamatosan szedett el egyre több és több területet ebből a nagy lengyel-litván unióból, aminek ugye a részei voltak az aporozsiai kozákok, ez, ez úgy alakult ki, tehát a, a balparti Ukrajna, ami ugye Ukrajna, tehát a kelet-Ukrajna, az Ukrajna keleti része, az már sokkal előbb Oroszország része lett. A jobbparti Ukrajna, ugye Ukrajnának a, a, nyugati része, az jóval később is máshogy fejlődött, tehát nyilvánvalóan a, a, a lengyel államszervezeten belül, ami ráadásul um, teljesen máshogy kapcsolódott az aporozsiai kozákokhoz. Ők, ők nem, tehát uh, volt lengyelesítés, de a lengyel nemesi réteget akarták lengyelesíteni, a kozák nemesi réteget. Míg az orosz részen, a, ott, ott megkezdődött tudatosan, a, egészen a kiskatonától kezdődően egy oroszosítás. Ez, ez is nagyon-nagyon nagy különbséget ad neki. De én a nyugat-keletet, én a nyugat-kelet nyugat közé, hogy már azt előbb is elmondtam, én beékelnék egy középet. Tehát igen, itt van ez a nyugati rész, ami, ami, ahol, ahol nem is tudom melyik évben volt választások Ukrajnában, amikor azt hiszem, hogy a, a Svoboda volt az a párt, amelyik olyan 30-40-30 százalékot 30 ért el, azt hiszem. Tehát az ukrán szélsőjobbnak a, a fellegvára volt az a, az a Lembergi rész nagyon sokáig. Választási térképeken egyébként nagyon érdekes nézni ezt, hogy hogy igen, szokták ezt mondani jobb-bal. Nem, szerintem bal, jobb, közép. És ez például. Hát melyik választás? Mondjuk, amikor Janukovics nyert, ugye ő Kelet-Ukrajnára támaszkodva tudott nyerni. Az, az mondjuk igen, az a balparti Ukrajna, főként ugye Donbass. Abban az időben viszont uh, 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 a Lembergi térségben, ami ugye, ugye a Néhai Monarchiához, Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, és, és meg, meg, meg hát ugye Lengyelországhoz is, tehát az jóval kevésbé kapcsolódott bárminemű Moszkvai vezetéshez, mint Ukrajna többi része. Ott viszont, ott viszont kiemelkedően inkább a, a szélső jobb győzött mindig, meg a szélső jobbnak volt, volt egy, egy nagy népszerűsége. Közép-Ukrajna meg, meg úgy, úgy el volt. Tehát a kettő között próbál lavírozgatni, és ez úgy mai napig ez, 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 így, ez így, látszódik. Jó, ha még az okokról, ha beszélünk, de hogyan látod, hogy kicsit akkor hozzuk közelebb magát ezt De. az egész történetet. Tehát ugye mondom, sokan arra vezetik vissza ezt a mai háborút, hogy 2014. Mi történt 2014-ben? Miért lépett akkor Oroszország? Nyilván ennek is megvannak a maga okai. Te hogyan látod legalább? Akkor ott, ott egy-két okot tudjunk elmondani. Majdam. Tehát ez mindenféleképpen ez a majdan téri tüntetések. Ez ugye Janukovics elnök ugye 2010-ben lett megválasztva, akit ugye általában ugye orosz barát elnöknek neveznek. Ugye Ukrajna élén volt, és orosz barát elnöknek nevezik. Ezt azért lehetne cáfolni, mert Janukovics ő lavírozgatott. És azt lehet mondani, hogy ahogy a saját érdekei is, elsősorban ahogy a saját érdekei, ő egy, egy Orbitális nagy oligarha volt. Tehát ö, olyan a palotákat építetett magának, ugye voltak ezek a. Hát, hogy most ebből mennyi volt igaz, mennyi nem, hogy a WC-je is aranyozott. Elméletileg kikerült egy fénykép is erről, nem tudom, hogy ez mennyire fake news, mennyire nem. De népszerűtlen volt, és egyébként az a rengeteg orosz körében is. Amikor 2014 év végén megkezdődtek a Majdantéri tüntetések, az, az nem nem orosz ellenes tüntetésként indult, az rendszer ellenes tüntetésként indult. Ott oroszok is voltak, ott orosz anyany, egy eleve a nyelv is egy nagyon érdekes dolog, ha Ukrajnáról beszélünk, hát abban nagyon-nagyon sokan belemennek ebbe az egész nyelvi kérdésbe is, és leszögeznek egy állítást, ez a legbonyolultabb. Tehát ez, ez odáig, onnantól kezdve homályos az egész, hogy mi volt az aporozsiai kozákoknak a nyelve. És ugye ilyenkor felhozzák azt, hogy hát ukrán, ez egy, egy népies, ugye alapvetőleg az ukrán a parasztság, az ukrán nyelv a parasztság körében volt használatos. Még vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát nem, hát az aporozsiai kozákok azok oroszul beszéltek. Tehát ez a nyelvi kérdés nagyon bonyolult, de ugye Ukrajna, tehát még az ukrán identitású embereknek is a jelentős része az orosz, oroszul beszél, otthon az oroszt használja. Amikor egyszerű emberként kell viselkednie, oroszul beszél. És a, a majdantéri eseményeknél, amit ugye az ukrán szélsőjobbnak, vagy az ukrán jobbnak, és ugye az ukrán liberális oldalnak, demokrata oldalnak, Európa párti oldalnak a szövetségeként szoktak emlegetni, hát ott kezdetben orosz identitású emberek is voltak. Nem csak az, hogy orosz anyanyelvűek, vagy hogy oroszul beszélőek, orosz identitású emberek is. Az egy rendszerellenes tüntetésnek indult. Ott, amikor megjelentek a hát ö, elsősorban ugye Lemberg térségéből, Nyugat-Ukrajnából különböző paramilitáris egységek, akkor fordult, és ők voltak az erő. Tehát ugye alapvetőleg a majdan térni az az egyszerű dolog. Érvényesült, hogy ki az erősebb. A rendőrök, a, a, a mondhatjuk így, hogy Janukovic párti rendőrök, de kormánypárti rendőrök, nyilvánvalóan a rendőrség a kormány mellett áll. Ők Szétverték, és ráadásul uh, nem túl emberi módon a diáktüntetéseket. Ezek fegyvertelen, egyszerű diáktüntetések voltak. Ezzel indult be a katalizátora a majdannak. Na igen, ám csak erre az volt a válaszlépés. Ekkor, ekkor jöhetett az a gondolat, hogy akkor az erősebb fog majd győzni hogy Nyugat-Ukrajnából viszont megjelentek azok a személyek, nem csak Nyugat-Ukrajnából, de főként onnan ott szerveződtek jobb szektor példának okáért, meg úgy az egész, ami köré épült, akik viszont már fegyvert is hajlandóak voltak fogni a rendőrök ellen, és konkrétan lövöldözések voltak, tehát a Majdan téren rengeteg ember meghalt. Ott nem úgy haltak meg az emberek, hogy agyonverték őket, ott lövöldözés zajlott, tehát ott fegyveres összecsapások voltak, mesterlövészek lőtték a tömeget. És ez egy olyan agresszív légkört teremtett egész Ukrajnában, ami, ami hozta magával, tehát még egyszer mondom, az, az erősebb, ki fog győzni, ki az erősebb. És ott úgy tűnt akkor, hogy igen, az ukrán szélső jobb az erősebb. Az ukrán-európa párti, aki szövetségbe volt ezekkel a szélső jobboldaliakkal, persze, mert mind a kettő távolodni akart Moszkvától. Tehát Janukovicsban ekkor már a Moszkva bábot látták, azon egyszerű oknál fogva, hogy ugye miért volt a Majdan, elsősorban mi volt a Kasszus belje, hogy Janukovics kihátrált az európai párti megállapodások mögül, ugye azt fogta és eldobta magától, és Putyin irányába ment. Egyszerű az oka, Putyin többet ígért. Tehát anyagilag kedvezőbb helyzetbe hozta Putin ígérete, hozta volna Putin ígérete Ukrajnát, meg nyilvánvalóan Janukovics zsebét is. Tehát ezt se felejtjük el, hogy ez egyértelmű. Tehát Janukovicsot lehet ö, ö, rossz vezetőnek, lehet kevésbé rossz vezetőnek mondani ezzel, ugye nyilvánvalóan nagyon sokféle vélemény van. De azt, hogy ő, ő, ő nem a legkorruptabb le, legkorrupta vezetője volt Ukrajnának, azt, azt én nehezen gondolom, hogy olyat. Lehet állítani. Na is, igen, és ez, a, ez az egész erőszakosság, ami ott történt, az, hogy, az, hogy ez a nyugat-ukrajnai identitás, ami összemosódott, ugye reneszánszát élte a banderizmus, reneszánszát élte Sztyepán Banderának a nosztalgiája, ugye ő volt a két világháború között a ukrán nacionalista szervezetnek. Egy igen erőszakos, sok terrorcselekményt is, elsősorban lengyelek ellen, népírtást is, lengyelek ellen elkövető szervezetnek a, az ideológia egy. Nem mondanám vezetőjének, mert azokban az időkben, amikor ők egyáltalán fegyvert kaptak, vagy fegyverhez jutottak, akkor ő éppenséggel német koncentrációs táborban ült. Tehát ő egy ideológiai atya volt a, a, az ukrán szélsőjobbnak, de megjelentek ezek a zászlók, megjelentek a Majdanon a óriási, hatalmas, nagy festményekről, a ö, zászlók mindenféle, és ez a kelet-ukrajnai inkább orosz identitású, akik jobban bíztak eleve Janukovicsban, őket megrémítette. Tehát nagyon egyszerű a képlet. És ott szakadt uh, még inkább erőteljesebbé ugye a dolog, amikor uh, Odesszában eleve megtörtént a volt egy uh, igencsak súlyos incidens, amikor uh, felgyújtották a, a Hát akkor már majdan térieknek nevezték őket, mert addigra már a majdan tériek, a majdan azok a felfegyverzett uh, ukrán jobboldaliakat, szélső jobboldaliakat takarták, és itt Odesszába ezek az emberek bevonultak, felgyújtották az ottani orosz pártiaknak. Hát azt hiszem, az egyik székházát, irodáját, és benne éget nem kevés ember. És ez, ez volt az üzenet kelet-ukrajna számára, hogy most ott fegyverkezni kell. És így kezdődött meg a kelet-ukrajnai felkelés. Annak, hogy a banderának ez a reneszánsz, ahogy fogalmaztál, felé lett itt a nyugati területeken, annak mi voltak kiváltó oka? Tehát, hogy hogyan képzeljük el Ukrajnának ezeket a hétköznapjait, ami miatt ez ennyi embernek az eszébe jutott, hogy, tehát, hogy így határozzák meg magukat? Uh -huh. Egyrészt ott van az, hogy a szovjet időkben Ugye ez egy nagyon elnyomott dolog volt, tehát azért a banderisták, vagy nevezhetjük csak ukrán felkelő hadseregnek is őket, az 50-es évekig harcoltak. Tehát amikor a magyar forradalom és szabadságharc itthon zajlott, akkor még nyugat-ukrajnában voltak ö, szovjet katonák elleni ukrán merényletek. Ez már persze egy másik generáció volt, mert hát az 50-es évek közepére már már a, a legtöbbje azoknak, akik a 40-es évek elejé harcoltak, azok azok valószínűleg elhultak és jött egy újabb generáció. De ettől függetlenül ez volt a zászó, ez volt az identitásnak az alapja. És ez a szovjet időkben el volt nyomba. Tehát ez nem lehetett, erről nem lehetett beszélni, sőt, mi több, és én is találkozok ezzel rengeteg forrásban, és ez viszont uh, nem igaz, hogy őket kizárólag német kollaboránsnak írják le. Igen, a németek kezdték el fegyverkezni, igen, felfegyverezni őket, igen, a németek kezdték előket támogatni. Ez valóban igaz, de, de hát maga a németek zárták koncentrációs táborba Banderát. A németek fejezték le lényegében a banderista vezetőséget, mert a németeknek nem volt kényelmes az, hogy banderaik ugye, úgy fogadták a német csapatokat, hogy szláva ukrajini, Heil hitler. És ez, 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 ez nem fért bele, ez nem fért bele a németeknek, mert nekik már megvolt a terv arra, hogy ők egy birodalmi kormányzóságot hoznak létre ott német vezetéssel, stb. stb. És akkor lefejezték a banderista vezetőket, a banderisták pedig, vagy ukrán felkelő hadsereg éppen ahogy nevezzük. Ők pedig fegyverrel felkeltek, és akkor már harcoltak a németek ellen is, aztán a szovjetek ellen is, a szovjet partizánok ellen is. Meg hát igen, ami egy szomorú és nagyon-nagyon csúfos része a dolognak, hogy 43-ban lengyel civileket írtottak Voléniában és Kelet-Galíciában. És az egy nagyon sötét. Tehát a, a, a ennek az egész, amiről beszéltünk, a banderista mítosznak, meg az ukrán felkelő hadsereg történetnek van egy pozitív mítosza, egy. egy hősi, heroikus mítosz, amihez valóban vissza lehetett nyúlni az ukrán nacionalistáknak, az a két tűz közé kerülés. ez egy óriási ö, ö, nosztalgia. Tehát a lengyeleket is, hogyha megnézzük, ugye az Ármia Krajova, a lengyel ö, föld alatti hadsereg harcolt a szovjetek és a németek ellen is. Ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy ö, a, hogy is fogalmaznak, morális dobás, hogy, hogy két tűz közé, a két nagy közé beékelődik a kicsi és úgy is küzd. És ez a banderistákra is igaz volt. de ott a negatív oldala is. Ott van az, ami miatt viszont szégyenkezni kell. És az első sorban az, az ahogy kiírtottak ott, alsó hangon szoktak mondani, persze az ukrán történészek nyilván azt mondják, hogy ez túlzó, de lehet annak hinni, hogy százezer embert, százezer lengyel civil kiírtottak ott az ukránok. Persze válaszlépés is volt a lengyelek is írtottak ki utána ukrán civileket, tény is való, hogy nem annyit, de ez, az, az, egy csúnya része, és az nyilvánvalóan nem a büszkeség része a, ennek a banderista nosztalgiának. A másik, hogy egy kicsit térjünk rá a 90-es évek és független Ukrajna, és, és, már azért kerüljünk közelebb, hogy mégis ez a banderista dolog, ez hogy, hogy kerülhetett így előtérbe. Az főleg a hát kucsma elnököt mondanám, <coughs> inkább aki alatt megkezdődött ez az egész, aki rengeteg pénzt ölt bele abba, hogy a kelet-ukrajnai régiót felemeljék. Ugye a kelet tehát a Dombászi régiót. A Dombászi régió Valójában az az igazság, hogy ugye egy, egy nagyon iparos régió, a bánya nagyon fontos volt minden egyéb, de már haldokoltak a bányák eddigre. És, és ez az ukrán kormány számára már nem volt fenntartható. És nyilvánvalóan a munkanélküliség, ahogy a bányák megszöktek, az egekbe szökött. Megkezdődött egyébként egy, és Kucsma elnöknek volt egy jó reformja, ami, alapján, ami, ami miatt 2002-2001 környékén Konkrétan Kiew, a Kijevi térség után Donetskben volt a második legmagasabb Ukrajnán belül az átlagfizetés. Ami, tehát ami egy, egy óriási gazdasági csoda. Persze ehhez nagyon sok pénzt kellett beleforgatni abban a régióba. Hát ezt Nyugat-Ukrajnában úgy gondolták, hogy na itt a Kucsma. Akit 94-ben ráadásul a kommunisták segítségével. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy Kucsma elnököt először a, a kommunisták támogatták és ő az ő segítség, az ukrajnai kommunisták segítségével kerülhetett hatalomra, majd aztán a következő választáson pedig a kommunisták ellen kellett inkább a jobboldaliakkal összefogni. Tehát Kucsma is lavírozgatott a két politikai a tömb között, ha úgy tetszik, a, a nyugat és a kelet között, tehát ő volt közép. De ez, ez, tehát visszatérve Nyugat-Ukrajnába, az nagyon nagy ellenérzetet váltott ki, hogy, hogy Kelet-Ukrajnába kucsma annyi pénz beleöl, ők abból nem láttak semmit, nem is ismerték. Tehát az egyik fontos dolog, amit még el akarok mondani, hogy hogy Ukrajna nagy része nem ismeri Kelet-Ukrajnát, nem ismerik Dombaszt, nem járnak oda, nincs ott semmi, amit megnézhetnének. Ha csak valaki üzleti célból nem megy oda, nem találkoznak, és nagyon sok sztereotípia él az emberekben a kelet-ukrajnai népekről. A, a visszasírják a szovjetuniót, ami egy, egy részben igaz is. Tehát nekik az volt az ipari, pontosan az ipari mi volt miatt, hogy ez a proletár munkás öntudat miatt, nekik az volt a a, a fellegvár, de nem kell messzire menni, tehát ez Magyarországon is van ilyen, tehát kelet-nógrád térség, ami egyébként szinte hasonlóan és egy időben fejlődött, ugye Salgó környéke is ugyanúgy a szénbánya, a szénbányászat miatt, ipari munkák miatt, öntödék miatt, ugyanúgy kelet-ukrajna is. Tehát hasonlóan működik a kettő egyébként, csak ezt mellékesen gondoltam, elmondom, aki esetleg foglalkozott ezzel a témával, találhat párhuzamot közöttük. És, és nyilvánvalóan tehát ez a proletár öntudat, ami ott a kelet-ukrajnai emberekben volt inkább, nem pedig nem orosz, nem feltétlenül orosz. Oroszok voltak, a, a városi lakosság betelepített oroszok lettek, ők már ipari munkások. Ez már a, a 19. század második felében megkezdődött, nem csak a sztálini érában, nem csak a szovjet érában. De nem lehet azt mondani, hogy ők egyértelműen orosz öntudatúak lettek volna, de nyilván se lehet mondani, hogy ukrán öntudatúak. És ez, ez, ez a kelet-ukrajnai emberekről egy nagyon furcsa képet adott, akik nem is ismerték igazán őket, tehát a nyugat-ukrajnaiaknak, vagy akár a közép-ukrajnaiaknak, de főleg a nyugat-ukrajnaiaknak. Egy furcsa képet adott róluk, és hát az ötödik hadoszlop. Tehát ez volt az elmélet, hogy kelet-ukrajna az ötödik hadoszlop, akik az országot eladnák apró pénzért is Oroszországnak. És ezek Kucsma alatt felszakadtak, ezek a, ezek a regionális sebek, de az még begyógyítható volt. Az még azt lehet mondani, hogy begyógyítható volt. Itt a Janukovicsot ö, megelőző ö, ukrán nacionalista, ö, hát mondhatjuk inkább nacionalistának, szerintem, de nevezhetjük konzervatívnak is. Az a vezetés volt az, akik, akik ténylegesen elkezdték a, az ukránosítást. A, a, a orosz, oroszabb ellenes, vagy a oroszosabb emberek elleni, bár mondjuk ez is, hogy elleni, az egy nagy szó, de az a lényeg, hogy, hogy inkább, tehát nyilvánvalóan a nyugatukrajnai öntudatot emelték Piedestára, ezt a keletet pedig, hát talán még azt is lehet mondani, hogy úgy szégyelték, hogy ott van Ukrajnában. És akkor hát így szépen fokozatosan el is jutunk majd ahhoz, amikor felszakad ez a történet, igen de akkor gondolom a 2014-es események, ugye itt a krimnek az elfoglalása, illetve ezeknek a régióknak a, hát ezt, ezt nem tudom, hogy szakmai nyelven hogy mondanád, még akkor nem teljesen szakadt el, de azért már szó volt róla, hogy el kéne szakítani, mert ugye ez most lett frissiben anektálva. Igen, egyébként nyugodtan mondhatjuk azt, hogy elszakadtak. Tehát ők kikiáltották a, 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 a Luhanszki és a Donetszki népköztársaság 2014 folyamán kikiáltotta az elszakadását. Persze, tehát Oroszország nem ismerte el ekkor még. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy Putyin ugye most ismerte el, amikor kirobbant a orosz-ukrá háború. Ennek egyébként stratégiai okai voltak. Erről is lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni, hogy Putyin vajon ugyan miért nem ismert el. Azoknak az, annak a két, hát nevezzük országnak, tehát nevezzük a Luhanszki és a Donetszki népköztársaságot akkor országnak, hogy miért nem ismert el a függetlenségüket, miközben 2014. augusztusában az már egyértelmű volt, és az, azon már nem lehetett finomítani, hogy akkor már orosz katonákat is küldött Putyin kelet-ukrajnába. Ott voltak. Az előtt viszont ez a felkelés ami ott volt kelet ukrajnában ez ez még Mondanám azt, hogy az oroszoktól függetlenül, tehát az anyaországi oroszoktól függetlenül működött, de azért nem lenne igaz, mert rengeteg önkéntes érkezett. Eleve önként, tehát Oroszországból érkező önkéntesek szervezték meg az itteni haderőt. Igor Strelkov például, akit Igor Girkin néven is szoktak ismerni. Hát ő is egy érdekes figura volt a két csecse háborút, megjárta, megjárta a transznisztriai háborút, és megjárta egyébként a boszniai háborút is szerbek oldalán, volt neki katonai tapasztalata és ő szervezte meg, ő egy oltató, még egyszer mondom, ő oroszországi orosz, ő szervezte meg itt a kelet-ukrajnai, elsősorban ugye a Donetszki védelmet, majd ami ugye aztán támadásba is lendül. Um, hát igen, ez is egy érdekes történet, és ez nyilvánvalóan, ami kelet-ukrajnába, fegyveresen zajlott felkelés, ami, ami megtörtént, hogy az, hogy, hogy úgy döntöttek a kelet akik egyébként nem akartak elszakadni. Tehát az átlag kelet-ukrajnai lakosság szerette volna megváltoztatni az ukrán rendszert, főleg majdan után. megrémültek, de még akkor sem akartak kiszakadni. Függetlenséget Egyébként többen akartak, tehát a megkérdezettek közül ilyen, ilyen átlagos mérések közül többen mondták azt, hogy legyen ez a térség független, ugye létre is hozták Donetsk és Luhansk között a Novorussziai Népköztársaság, ugye Donetsk és a Luhanszki Népköztársaságból megalakult Novorusszia. És inkább a függetlenség mellett akartak lenni, mint sem Moszkvához tartozni de, de azt is nagyon, az azt se akarták, hogy az az Ukrajna legyen, ami akkor volt, főleg a majdan után. Az, ami, ami azért Poroshenko elnökké választásáig egy ilyen, hát mondhatnám azt, hogy interregnum volt. Tehát elég, tehát akkor nagyon szabadjára voltak engedve a, a szélső jobboldali milíciák, fegyverrel rohangálhattak. Kievben is megindultak persze, ugye kelet-ukrajna felé is. Tehát nyilvánvalóan így érthető az, hogy hogy a kelet-ukrajnai emberek maradni akartak, de teljesen mást akartak. Tehát nem azt az Ukrajnát akarták. De az nem igaz, hogy ők, ők, ők le akarták volna szakítani azt a régiót annyira, annyira nagyon Kievben, Kievről. De hát itt is az erősebb elmélet igazolódik, hogy kiknél volt a fegyver kelet-ukrajnában, hát azoknál, akik akik viszont egy szakadáról, két szakadárországot akartak létrehozni, így tehát lett két szakadárország. Milyen le fog járni az időnk, de még arról beszéljünk, ja. hogy azt mondtad, hogy Ukraj, a nyugat-ukrajnában hogyan tekintettek a keleti régiókra, tehát ezekre a tartományokra, megyékre, részekre, és Oroszországból hogyan nézték egyébként kelet-ukrajnát? Mert ugye azt említetted, hogy önkéntesek mentek is, amiből az ember azt gondolná, hogy van köztük egy érzelmi kapcsolat. Volt is, volt is. Tehát pontosan ezért érkezett rengeteg önkéntes, és ott a háború elején, amikor a kelet-ukrajnai háború kitört, akkor önkéntesek mentek. Őket még nem küldte Putyin. Nem mutatott az ujjával, hogy oda menjetek. Nem, azok maguktól mentek. Igen, az érzelmi kapocs, igen, a, a, az egy nép elmélet. Tehát ez megjelent az oroszoknál, de ellentét az volt. Tehát az oroszok egyrészt, aki például odaérkezett, vagy támogatta ezt az egész kelet-ukrajnai felkelést, az orosz nacionalista szemszögből nézte. Igor Strelkov például, ő, ő, aki ugye megszervezte a donbasszi védelmet, ő példának okáért egy hihetetlenül orosz monarchista volt, tehát egyenesen orosz monarchista volt, neki nagyon sok konfliktus és csörtéje is volt Putyinnal is, Érdekes módon aztán el is került a képből Kelet-Ukrajnában, tehát vesztett a népszerűségéből. Viszont nagyon sokan baloldali érzelem miatt mentek Kelet-Ukrajnába. Most ez nem pont az oroszok, csak mellékesen megjegyzem, hogy akik a világ számos tájáról, Brazíliából, Spanyolországból, Olaszországból érkeztek önkéntesek. Ők baloldali érzelem miatt, ők a kommunista nosztalgia miatt mentek kelet-ukrajnába. Ez egyébként, ugye az, az, nagyon nehéz, tehát a kérdésedre azért nehéz válaszolni, mert nem feltétlenül tudjuk azt, hogy mégis az átlag orosz ember ugyan mit reagált. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem es egyszerűséggel semmit. Tehát, hogy, hogy passzívan álltak a történethez, nem is akartak beleszólni. Ez azért lenne, releváns, hogy egy kicsit uh, visszakanyarodjak egy uh, orosz polgárháborús történetre, hogy ez az ukrajnai rész, és akár oroszosabb városok voltak, mint mondjuk Harkov, vagy mint mondjuk Donbass, uh, Donetsk, feltétlenül még a moszkvai vezetés, még a bolsevik vezetés sem volt hajlandó értük tűzbe tenni a kezüket. Úgy voltak vele, hogy és visszakanyarodva talán a, a, a műsor elejére, határvidék. El vannak ők ott megoldják. És én, én, azt gondolom, hogy ebben lehet igazság, hogy, hogy itt a kelet-ukrajnai felkeléssel kapcsolatban ugye az átlag orosz ember, az egyszerű orosz ember passzív volt. Akibe viszont volt azért mondjuk egy erőteljes Szovjetunió nosztalgia, vagy akiben erőteljes cári orosz birodalom nosztalgia volt, azok közül ugye rengetegen mentek és harcoltak mellettük. Na de aztán mégis léptek az oroszok, és kitört ugye ez a háború, aminek az eseményeit most látjuk itt a szemünk előtt. Én nagyon örülnék, ha eljönnél, és majd akkor beszélhetnénk még arról is, hogy. Ez a lépés miért történhetett meg, és ennek milyen okai vannak, milyen elméletek vannak ezzel kapcsolatban, mert ez rendkívül érdekes. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltál, és ennyi mindent megosztottál velünk. Fodor Gergő volt a vendégünk, youtuber, akit a YouTube-on Mucskó néven fogtok megtalálni. Történelmi videókat készít nektek. Egyébként a, a Balkáni régióról, a keleti régióról, Jugoszláviáról, ugye, és ilyen témákban. Hát hasonló, hasonló, ilyen ismeretlen dolgokról, igen. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm szépen a lehetőséget.